Szóval Isten hozott mindenkit ezen a beszélgetésen arról, hogy amikor megőrül a világ, mit is tehetek. Wow! Ez most ilyen nagyon forró téma az egész világon, mert nem csak egy ország, vagy nem egy régió, amiben zajlik ez így a világban, hanem úgy tűnik, mintha egy ilyen közös dolog lenne, hogy az emberek azt mondják, hogy Úristen, valami nehéz, fenyegető, vagy veszélyes. És mit csinál ilyenkor a legtöbb ember? Reagál. Szóval mi van akkor, hogyha nem ez az egyetlen opciód, mi van akkor, hogyha tudod, hogy a könnyedség az egy lehetőség számodra. Teljesen mindegy, hogy mi zajlik körülötted. És ez a Facebook Live, ez a pragmatikus pszichológia ághoz tartozik, és ez igazából egy új paradigma arra, hogy változást eszközöljünk. Én korábban pszichológusként és terapeutaként dolgoztam, és aztán inspirálódtam a munkából, és láttam azt, hogy ebben a valóságban hogy néz ki a változás, és mindig tudtam, hogy valami más lehetséges. Tudtam azt, hogy a változás lehet pragmatikus, és nem kell dramatikusnak lennie. És a pragmatikus azt jelenti, hogy mindig azt csinálod, ami működik. Szóval megálmodtam ezt az új modalitást, a pragmatikus pszichológiát, ami most már világszerte tanítják, 4 könyvet írtam, jön egy új, és van egy csodás csoport körülöttem, ezek a pragmatikus kezelők, akik ugyancsak gyakorolják ezt a modalitást, és ők megtanulták a pragmatikus pszichológia modalitását, sok tanfolyamon ott voltak, és használják az ő munkájukban, a területeiken, teljesen mindegy, hogy hol és hogyan dolgoznak, milyen szakmákban, milyen országokban a világban. És velük is lesz egy beszélgetésünk erről a témáról, hogy mit csinálhatunk, hogyha megőrül a világ. És így idehozom őket egyesével, és kérdezni fognak valószínűleg olyasmikkel, ami nektek is érdekes lehet, mert azok a kérdések, amit feltesznek, azok nem személyes kérdések, mert lehetnek azok is, de inkább csak így beleérzékelnek abba, hogy mi lehet releváns nektek is. És lesz egy csomó kérdés, és én pedig majd megpróbálok különböző nézőpontokat adni ezzel kapcsolatban. Szóval a meghívás most az, hogy tudd, hogy van valami más, ami lehetséges, és nem kell így barlangozzunk, amikor megőrül a világ. Mert először vedd észre, hogy tudd, amikor ezt megcsináld, amikor így belemész a nehézségbe és az autópilótába, és ők észre sem veszed. Szóval először csak kapcsolt fel a villanyt. Tényleg szó szerint kapcsolt fel a villanyt, és mondd azt, hogy wow, én most valami olyan vagyok, ami nem én vagyok. Mi más lehetséges? Hogyan lehetek én ezzel? Oké, szóval el fogjuk kezdeni az első kezelőnkkel, Miss Kristennel. Hello! Örülök, hogy látlak! Én is neked! Szóval, Kristen, igen, elkezdheted, ahogy szeretnéd, hogyha mondanál valamit, vagy kérdezel. Nem gyakoroltuk, vagy nem játszottuk le ezt előre, majd meglátjuk, hogy hogy megy. Oké. Én nagyon izgatott voltam ezzel a témával kapcsolatban, mert annyi minden történik a világban most, és említettem is, hogy nagyon sok kérdés van az embereknek, azokkal, akikkel dolgozom, mert én sok emberrel dolgozom együtt, és csak akkor is, hogyha csak ott vagyok, nem a munkámban, hanem barátokkal is, akár ha ott vagyok, azt veszem észre, hogy csak azzal, hogy ott vagyok, és más vagyok, és hogy felteszek néhány kérdést, néha úgy néznek rá, hogy azt mondják, hogy lehet, hogy ez a nő megőrült. De ez érdekes, mert elkezdenek a helyzetre ránézni más módon. És igaz, ez az, amit te tanítottál nekünk ezeken a tanfolyamokon, és ez annyira csodálatos, hogy csak használjuk, ez pragmatikus, szóval én ezt imádom.
Ez nem az, hogy keresünk valamit, ami nem működik, hanem azt keresünk, ami működik, és ez annyira nagyszerű, én ezt nagyon szeretem. Szóval, amikor mondtad, hogy itt lesz ez az interjú, akkor nem is gondolkodtam, hanem csak így beleléptem az energiába, hogy mit szeretne a világ hallani, és mi lenne hozzájárulás mindenkinek. Szóval ez a kérdés jött. Mit tehetek, hogy ne zavarjon meg folyamatosan a bűntudat, ami ott van a mások felé, és bulis legyen az életem akkor is, amikor nagyon sok ember szarul érzi magát. Szóval mi az a szabadfordításban, bocsi. Jó, én ezt imádom, és ez azért szeretem, mert hogy ezt nem beszéltük meg, és ez igazából, ami itt most történik, ez az élet. Szóval ez nagyon élvezetes, ez szóval ez annyira jó kérdés, köszönöm, mert nagyon sok embernek, akik mások, és más nézőpontjuk van, néha ott van ez a bűntudat, ami feljön, amikor megengedik maguknak, hogy könnyedségük legyen, amikor a világ megőrül. De amit én szeretnék mondani, hogy ez pontosan az ajándék, szóval amikor megengeded, hogy minden könnyedén örömmel ragyogva jöjjön feléd, akkor változtatod meg a világot, akkor inspirálod a világot, akkor hozod a könnyedséget oda, abba, ami nehéz. Mert hogy a nehéz, ami nehéz, az nehéz fenntartani, oda struktúrák kell lenni. Szóval amit én ajánlanak, hogy így menjél, és az nem azt jelenti, hogy boldognak kell lennem mindig. Egyszerűen csak az, hogy nem kell ezt a sok... Mert hogyha azt mondod, hogy boldognak kell lenned, akkor rárakod magadra az elvárás, meg a stressz, és ez nem arról szól, ez arról szól, hogy megengeded a könnyedséget mindennel, ami történik. Például ma reggel felkeltem, és ezen a hétvégén az alapozónak annyi változás volt, hogy a testem az nagyon sokat változott. És ma felébredtem, és éreztem azt, hogy... Ez ilyen intenzív volt, nem volt kényelmes. De volt egy könnyedség még a diszkomfortban is. Miért? Mert hogy nem ítéltem meg, nem kerültem el. És ez valami olyan dolog, hogy amikor ott van a nehézség a világodban, ez nem arról szól, hogy elkerüled, hogy megpróbálsz tőle megszabadulni, ez nem olyan, hogy megítéled, ez az, hogy megengeded. Megengeded a nehézségetet, csak nem engeded, hogy ledomináljon. És annyira jó, hogy itt van a felvétel, mert lehet, hogy meg akarod majd még egyszer hallgatni. Ez az a nagyon vékony határ, ami nagyon-nagyon fontos, amikor valami van így a világodban, például nekem most a testemmel, vagy akármi, ami nektek van az életetekben, vedd észre azt, hogy mit is mondjunk angolul, hogy mi a helyzete, hogy vagy vele, megpróbálsz vele megszabadulni, azért oké, fájdalom, menj el, szükség menj el, ez az ember menjen el, tehát, hogy megpróbálod elkerülni, megszabadulni tőle, az csak annyit jelent, hogy több lesz belőle, vagy megengeded magadnak azt, hogy jelen legyél vele, és gyakorlod azt, hogy ez nem dominálhat le téged. Meg gyakorlod ezt a könnyedséget, ami vagy, és ezt hogy csinálod? Az, hogy elismered azokat az icipici pillanatokat, amikor ott van ez a könnyedségnek a kis felcsillanása, észreveszed ezeket a napjaidban, és felkezdsz, hogy és azt mondod, hogy oké, ez nem jelenti azt, hogy az egész napnak ilyennek kell lennie, mit választhatok most ebben a következő pillanatban, ami könnyebbé teszi nekem a dolgokat. És akkor lehet, hogy nem tudom, iszol egy kávét, és azt mondod, hogy ó, ez nagyon finom, ez egy pillanatnyi könnyedség, vedd észre, ismerd el, ünnepel, mert akkor nőni fog. Igen, csodálatos. Van egy jó példám erre, mert hogy beszéltem az asszisztensemmel, és ő is ilyen nehéz hangulatban volt. Volt egy csomó minden ma így, ami így felmerült, és akkor megkérdeztem őt, mert ő is ismer egy-két ilyen pragmatikus eszköz mára, nehogy elég régóta dolgozik velem, szóval nem tudja elkerülni. Szóval kérdeztem tőle, hogy milyen lenne, hogyha ahelyett, hogy beleugranál ebbe a rossz hangulatba, csak így állj meg egy pillanatra, és csak tegyél fel egy kérdést, mi más lehetséges most? És csak nézd rá,
Csak ne ítéld meg ezt a helyzetet. És azonnal ez megváltoztatta a hangulatot. Abban a pillanatban relaxált volt, és elkezdtünk nevetni, és nagyon stresszes volt ugyanaz a nap, de hogyha abba így azonnal beleugrasz, és beleugrasz a stressz energiájába, akkor egy csomó minden jön. De meg se kell nevezned, hogy ez stressz, de hogy csak nem ítéled meg, és akkor ez oké lesz, és mi készen leszünk időben, és minden meg lesz időben, és akkor nem kell stresszelni. Kérdezhetek még egyet? Ó, azt hiszem, kell még egyet kérdeznem. Köszönöm, Kristen, köszönöm. Szóval, és akkor itt van Michael már is. Hello! Szeretem volna több világosságot hozni, de most ennyi fényem van. De hát ez annyira artisztikus, mint hogyha művész lennél. Igen, én egy darab művészet vagyok. Igen. Az én kérdésem az, Susanna, hogy amikor megőrül a világ, mi lehetek, hogy segítsek a testemnek, hogy benne legyen a változásban, mert annyi minden jön a testemmel fel, itt fáj, meg valami más, és csak így megy, és én próbálom nem küzdeni ezzel, de valahogy ez egyszerűen csak szar. Imádom a humorodat ezzel kapcsolatban, és ez akkora ajándék, köszönöm. Mert ahogy mondtad, ez annyira könnyedebb lett, és amit szeretnék mondani, szeretnék csak inspirálódni, és odaadni mindenkinek, hogy mi van, hogyha a humorodból használsz többet, még akkor is, hogyha senki nem érti a te egyedi stílusodat, még hogyha ők nem is nevetnek, akkor te nevetsz, mert ez egy nagyon fontos dolog. És egy dolog, amit mondtál már a kérdésedben, hogy nem teszed jelentőségtelivel. Mi van akkor, hogyha... Mert ami történik, hogy amikor valamilyen van, az emberek így kicsekkolnak, vagy meg akarnak tőle szabadulni, amikor a testünk így csinál dolgokat, amit nem vártunk, diszkomfort vagy fájdalom, akkor igazából valamit meg akar nekünk mutatni. Azt mondja, hogy hello, nő, férfi, nekem van egy ajándékom számodra, és azt mondod, hogy nem, ez fáj, ez nem jó. Szóval általában meg is nevezzük, egy címkénk van mindenre, az emberek imádják a címkéket ebben a világban, és mi megtanultunk, hogy mindent megcímkézünk. Fájdalomnak hívjuk, diszkomfortnak, vagy ilyen-olyan betegségnek. De ahogy megcímkézed, már akkor ott van, és azt ajánlom, hogy mi van akkor, hogyha elveszed az összes ilyen címkét, és bármikor, amikor azt hallod magadat mondani, hogy oké, itt ez a fájdalmam, ez a betegségem, vagy valami, csak egy pillanatra így letéped a címkét, és azt mondod, hogy test, nem hívom ezt sehogy se. Ez a fura nő azt mondta, hogy ez lehet egy ajándék. Meg tudnád mutatni nekem, hogy milyen ajándék lehet ez? Mit mutatsz nekem? Mire lehetek éber? És annyi minden lehet ez. Ez lehet, hogy egy változás, amin átmész, mint nekem. Ma reggel ez teljesen egyértelmű volt, hogy a testem így elengedett egy csomó dolgot, és olvadt, és destruktúra, és igen, nagyon kényelmetlen volt. De minél inkább elismerem az ajándékot mögötte, annál kevesebb volt a fájdalom, és ahogy így bele voltam a fájdalommal, annyira érdekes, ez ilyen teljesen csodás ez az egész, mert reggel ma az ágyban voltam, és most meg így itt vagyok, és tarám, de ez egy más nézőpont, szóval oké, én elismerem az ajándékot mögötte, akkor több megengedésem van a fájdalommal is, ez az egyik aspektus, de van egy csomó más is, például mi az, amire éber vagy, ez emberek, vagy a föld, hány limitált emberre vagy éber? És milyen képességed van, hogy gyógyítsd őket, vagy hogy elvedd az ő limitációikat. Hát ez, és te tudod, mert te emberekkel dolgozol. És a kérdés, amit gyakran elfelejtünk, az, hogy megpróbálok tőle elvenni, vagy egyáltalán érdekelt vagyok ebben. Amit csak mondtam most, az
megválaszolja a második kérdésemet, mert az az volt, hogy meg kell-e értsem a testemet, vagy kell-e benne segítség? És igazából ez egy olyan kérdés, amit megkérdezhetek tőle. Hallottátok, srácok, ez brilliáns volt. A segítség, az a kérdés, amit megkérdezhetek a testemtől, mert van egy csomó cédula a lakásomban, hogy tegyél fel egy kérdést. Hát főleg a testtel, ezt mindig elfelejtjük. És ez annyira brilliáns. Wow, köszönöm, Maika, ez nagyon klassz volt. Köszönöm. Bye, viszlát. Oké, ki a következő? Itt is van. Margarita, hello. Igen, köszönöm, hogy ezt csinálod, mert hallgattam az összes fülemmel. Az én kérdésem az, hogy amikor megőrül a világ, milyen pragmatikus pszichológia eszközt ajánlanál, amit az emberek választhatnak, vagy csinálhatnak, vagy meglehet nekik, vagy felfedezhetnek. Igen. Határozottan. Amikor ezt mondod, egy csomó minden feljön. Mert elsődlegesen, mi az én nézőpontom? Mert a nézőpontunk teremti a valóságunkat. Szóval amikor ott élsz abban a világban, milyen fura dolgokat csinál, mint amit most csinál, és te nagyon éber vagy, olyan éberséged van, amilyen elképesztő, és a legtöbbünknek ez van, és ti is, akik hallgatjátok, valószínűleg olyan éberségetek, olyan érzékelésetek van, olyan érzékenységetek, nincs is rá név, hogy ez néha olyan kihívásos, hogy együtt legyünk vele, mert azt mondod, hogy úristen, ez túl sok információ. Szóval, amit csinálni tudsz, hogy saját magadat annyira egyértelművé teszed, hogy mi az én világom, és mi az, amire éber vagyok. Mert hogy érzékelsz valamit, és kezdheted azzal a kérdéssel, hogy mi az energiája a világ őrületének, hogyan érződik ez idézőjelben. Ezt érzékelj bele. Oké, szuper. Oké, engedjük el. És most érzékelj bele, hogy milyen a te világod, hogyha önmagad vagy, hogyha az a csodálatos lény vagy, aki vagy. Lehet, hogy akkor vagy, amikor nem vagy emberek között, vagy megengeded magadnak, vagy ki vagy a természetben, lovak között. És akkor így bele tudsz érzékelni, hogy hogyha mondjuk szereted a természetet, a lovakat, az állatokat, hogy milyen vagy akkor, amikor velük vagy, és ebbe is érzékelj bele. Szóval itt van ez, hogyha ez az energia és a tér más, mint az őrület. Igen, ez nagyon más. Mert amikor így beszéltünk a lovakról, tehát hogyha csak ott ülök, és csak nézem őket, ahogy esznek, eszik a szénát, ez olyan, ahogy az az én relaxációs időm, és az, hogy ez az, amikor én vagyok. És nem érzelem idézőjelben a világ őrületét. Az. Hallottátok? Ez az, amikor önmagam vagyok. És ahogy beszéltél a lovakról, egyébként ugye be is fogadsz tőlük, ahogy nézed őket, ahogy esznek. Igen. Szóval vegyétek észre, srácok, amiről beszélünk, és például miért behoztam a lovakat, hogy amikor beszélünk, ott van a szavak mögött az energia, amiben így bele tudsz lépni, és azt mondod, hogy és a tested is azt mondja, hogy igen, ez vagyok én. Igen. És ez olyan, mint egy beszélgetés a lovakkal igazából. Nem tudtam lovagolni, csak ott ültem, és csak rám nézett, és azt mondja, hogy okay, miért nem jössz ide, miért csak ülsz ott, és igazából volt egy ilyen szavak nélküli beszélgetés a lóval.
és aztán így elfeledkezem a világról. Yeah, and then the world is no Igen, longer relevant. és akkor a világ nem is It's not releváns relevant. többet. Igen, Exactly. pontosan. And that's És the thank you. That's the köszönöm, question ez, that fú, ez egy I nagyon jó have for you. beszélgetés. If you take the world Mert as a journey, hogyha what's ránézel the lovakra, vagy one ha nem or lovakra itt vannak, vagy nature plant bármi, about a your house? növényeid a házban, vagy bármi, And you just be és with csak it ezzel and vagy, és control it. megengeded neki, hogy That's megmutassa, truly mi az, available ami for you. igazából This elérhető is an amazing számodra. Ez thing egy to nagyon have. klassz dolog, hogy Let the gyakoroljuk. world let Engedd you meg a know that you növényednek, are az állatodnak, a whatever that is természetnek, for you. hogy megmutassa neked, hogy Listen to mi it. az igazi élés Let it neked, és in. csak engedd Truly. be, csak Just engedd like the be. conversation we're having Engedd, right hogy ez now. a beszélgetés így meginduljon, és hogy csak így Just the simplest bejelenjen a világodba, conversation. és legyen ott az Just energia, a someone that just tér. said, "Wow, És akkor man, azt az mondja, hogy this az is őrület amazing. Your hirtelen, voice is az so nem annyira relevant, makes so releváns, nem loud olyan hangos, as it just was a couple of mint seconds ago." néhány perccel korábban. Igen. Szóval, ez gyönyörű, köszönöm. Thank you so much, Nagyon Margarita. Wow, köszönöm, this is Margaret, ez csodálatos amazing. volt, köszönöm. Thank you for being you. Köszönöm, hogy önmagad vagy. És te is. I love Ezt this. There's so imádom, much ez annyira energy in these inspiráló. conversations. Yeah, Yay! Emily, Hello, hello. Anna. Yes, Igen, so tudod, I was thinking of én when the world gondolkodtam, hogy was amikor a világ unfolding, megőrül, I watched a lot of én nagyon sok people nézem az embereket, controlling or akik trying to control kontrollálnak, their vagy lives, próbálják kontrollálni az életüket, having azáltal, hogy expectations on elvárásaik others. vannak másokkal szemben. So Szóval I watched some people getting very pushy on azt érzékelem, saying hogy az that emberek ilyen nagyon nyomulósak lesznek, hogy az elvárásaik so how teljesüljenek. can one Szóval, deal hogyan with tudjuk that? ezt kezelni? Such a great Ó, de question. jó Thank kérdés. you. Köszönöm, So Evelyn. this is really Szóval ez cool because nagyon klassz, az expectations elvárások. seems to be Olyanok, really normal thing in our mintha world. normálisak lennének ebben a világban, de ezek No, sosem and when we működnek. have a Amikor belief system that is elvárásaink so vannak out of saját compatibility magunkkal with szemben, this, vagy mások várnak el this big valamit, akkor ez pressure to nyomást push teremt, és ilyen and ellenállás, de expectations sosem that is so out. meghívást So választásra és this is a változásra. fascinating world, and Ez egy csodás világ, és egy része az if it őrületnek, never hogy az emberek olyan dolgokat csinálnak, ami nem működik, de akkor is works, csinálják. like this. So Szóval it a is dolog can az, change hogy them, but we can nem tudjuk megváltoztatni look at őket, de rá them. tudunk I think nézni your arra, hogy answering question is én you hogyan have expectations on tudom me kezelni azokat az or embereket, needs, akiknek your needs. elvárásai vannak, vagy szükségletei vannak irányomban. Well, there's this different Itt perspective van ez that az I think érdekes a lot of people need to perspektíva. reevaluate A helyett, hogy in a ezt way a of, okay, valóságoddá because this tennéd, person wants me to do azért, this, mert ez a valaki azt okay, akarja, hogy én I have megtegyem one ezt, choice to és make. akkor nincs más választásom, mint hogy le kell If you, szállítsam, you és go azt like mondod this, you utána, meet that hogyha ezt így people, fogalmazod meg, akkor azt mondod, hogy mi? that's Ez weird. fura. And you might És look hogyha at it ránézel and, még egyszer, azt wow, mondod, I hogy have made this wow, mistake. én ezt It's igazá completely tettem, de correct. ez tényleg igaz You számomra? just Nem. meet, you take one person who wants you to do Csak this fogjál and valakit, aki valamit akar that's it. tőled, ott van az elvárás, And vagy a you go, wait a szükséglet second, feléd, és azt what is mondod, hogy my oké, point of view? What's my mi point of az view én nézőpontom erről? that I have to deliver it now? Hogy ezt le This kell is not going to work. szállítsam úgy, Look ahogy at this. kérték, nincs más. And you look at it, what? Whoa, whoa, És whoa, akkor ezt whoa. mondod, hogy mi? Now that's an Ez egy interesting view érdekes that I have this nézőpont, hogy ez a point of view nézőpontom. that is that I don't have a Hogy choice. nincs Maybe I do. választásom, hogy ez a And you go, wait a valóságom, és azt second, mondom, hogy what is várjunk egy actually kicsit. my Mi perspective az that is true én for me? perspektívám, ami igaz Well, nekem? they have their Az, expectations, hogy and nekik you van do. elvárások, meg But szükségleteik, de I don't only have the choice to nekem fulfill nem csak them, az a but I választásom, hogy ezt also have the teljesítem, ez lehet más is, like tudod? I have bought a lie that I don't Mert have a bevettem egy choice when someone asks hazugságot, me. hogy nincs I've választásom, bought a hogyha lie that valakinek I don't szüksége have a van valamire choice tőlem. when Bevettem something azt a is threatened. hazugságot, hogy valamit várnak So tőlem, akkor basically azt playing their game teljesíteni kell. rather than playing my game. Question is, I can be aware of their game, but then I can Szóval ask ilyenkor az ő them, játékokat what is játszok, és your nem az game? enyémet, és kérdeznek, hogy mi az én Your game is játékom, more és relevant mi to van akkor, you hogyha a than tiéd other people's games. sokkal And relevánsabb you don't need neked. to make their game and their stuff wrong. You can just be aware És of nem it, kell rosszá acknowledge tenni it, ezt, see csak it, and go, elismerheted, és okay, azt I have mondhatod, your hogy game. oké, okay, Here's my game. érezd Here's jól my magad, de ez choices. az enyém Then you can sokkal ask, teresebb. would I like to deliver what they want? What will that create? What future will that create? Or if I, És akkor what, megteheted, or hogy maybe mit something akarok else én for you. csinálni, mit teremt You see, you have többet, a choice. You can't do mi what a they want. You választásom. don't have to. Nem kell megtenned, Because amit you look at the akarnak. bigger future. If I do what they want, what will that create? If I don't do that, what will that create? And then you see, oh,
Tehát mi fog itt többet teremteni? Bocsánat, csak köhögök közben. Szóval... Ó, ezt imádom. Ez valamit itt pingelt. Amikor azt mondtad, hogy... hogy mi az ő játékuk, és mi az én játékom. Mert ahogy ezt így kimondtam, egy teljesen más tér volt. Egy teljesen más szabadság és tér. És ez érdekes, hogy mi az ő játékuk, mi az enyém, és akkor most mi van? És hogy felteszem magamat, hogy mi az, amit én szeretnék játszani. Nekem ez nagyon tetszett. Szuper, ez nagyon klassz, ez nagyon klassz. Szuper, jó. Köszönöm, Evelyn. Köszönöm, Szuzána, ez nagyon klassz volt. Oké. Okay. Hello. Tök jó, hogy látlak, és én is örülök. Valami, mint a probléma. Az első kérdésem igazából már meg lett válaszolva. Van itt valami, hogyha ez, hogy lehetséges tényleg kezelni a mások őrületét, akkor az milyen? Ahogy mondtad már, hogy feltehetsz kérdéseket, lehetsz több tér, használhatod a természetet, vagy az állatokat, vagy bármit. Oké, okay, macskákat, vagy kutyákat, akármi. Ez nagyon csodás, mert hogy itt vannak ezek az eszközök, lehet, mint most Evelynnal a beszélgetés, hogy ez tényleg az enyém, vagy ez egy játék? Egyik nap az egyik eszköz, de van még azért itt egy másik kérdés. Az, hogyha játsszuk ezt a játékot kívül, valami olyan jött fel, vagy valaki berakott egy kérdést a fejembe. Lehetséges használni a világ őrületét, az előnyömre használni? Ez egy jó kérdés, ezt imádom. Használhatom a világ őrületét, az előnyömre? Ez egy nagyon pragmatikus kérdés. Mert ez egy olyan kérdés, amikor bemész, vedd észre, azt mondod, hogy ó, ez... ez olyan, igen, itt valamit kinyit, nem tudom, nem kell tudnod ezt, hogy ezt tehetem, azt. Mert azzal, hogy így felteszed ezt a kérdést, így elkezd mozgatni valamit, és azt mondod, hogy ó, ez soha nem gondoltam volna, ez egy klassz kérdés, mert az emberek nem szokták ezt a kérdést feltenni, azt mondja, hogy igen, nekem el kell szenvednem a világot, nincs más választásom. A nehézség az igaz, a könnyedség nem, mert ilyen agymosás van. Közben mi tudjuk, hogy a könnyedség az igaz, és a nehézség ott mindig hazugság van. Ez csak egy perspektíva, de amit mondtad, hogy ezt hogy használhatom az előnyömre? Ez az, ahol elkezdett használni, és egyre több éberséget kapni, hogy használhatom ezt, hogy ez hozzájárulás legyen nekem. És ezt láttuk a történelemben kríziseken át, amikor az embereknek új ötletei lettek, hogy hogyan teremtsenek pénzt, hogyan legyenek kreatívak. Van egy csomó példa, megnézheted, nézhetsz igazából filmeket erről. Lehet, hogy ott van valami a számodra benne. De már az, hogy felteszed ezt a kérdést, el fog vezetni egy teljesen más valósághoz magaddal. Mert a varázslat az, amikor felteszel egy kérdést, akkor az új lehetőségeket nyit ki, amiket nem láttál korábban. Mert hogy most kíváncsi vagy, hogy hogyan lehet ez az őrület az előnyömre. Egy előny lehet például, hogy a családoddal töltesz időt, és azt mondod, hogy mennyi őrület van itt.
mondjuk anyámmal, és lehet, hogy néhányan tudjátok, miről beszélek, és azt mondod, és feltetted ezt a kérdést mondjuk erre a szituációra, hogyan használhatom ezt az őrületet, amit előttem van az előnyömre? Nem elszenvedni, hanem használni. És nézzük meg, hogy mire lesz elében. És azt mondtad, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy nem olyan vagyok, mint ők, én más vagyok, és a másságom ajándék, hogy az én őrült boldogságom az valami, ami kinyitja a teret nekem, és ez hozzájárulás ahhoz, hogy új ötleteim legyenek, megengedi, hogy több könnyedségem legyen, és mi más. És ez annyira nagy, hogy így elismerd saját magadat, mert annyi minden lehetséges, hogy egy akkora ajándék vagy. Igen, pontosan, pontosan. Ez annyira gyönyörű. Wow. Köszönöm, Steffi. Én köszönöm nagyon. Köszi. Viszlát. Ki a következő? Oké. Éva. Hello, Susanna. És hello, mindenki. Amikor láttam a címet, azt mondtam, hogy oké, beszéljünk az időről. Mert használom az eszközöket, tudom, hogy ez egy sprint, és nem maraton, és ott van ez a rengeteg tudás, és szeretném tudni, hogy vajon félúton vagyunk-e így a maratonon, vagy hogy egyetlen mi van. Azt mondod, hogy így az őrülettel, ami megy, hogy hol vagyunk az időben, az őrületben. Előbb-utóbb vége lesz. Nos, a dolog az az, ez tök őrület, de ti is őrültek vagytok itt kint, szóval mindegy. Szóval van ez a dolog, az éberség. Az éberségnek ez nem a kognitív gondolkodás, ez inkább valamilyen, jön egy érzékelésed valamiről. Nincsen mértékegysége, nem tudod bizonyítani, csak tudod. Nincsen semmi, ami alátámasztja, egyszerűen csak tudod, csak így tudod, hogy mi történik. És aztán vannak olyan emberek, akinek ebben nagyon sok van, és megpróbálja elkerülni, mert túl sok lenne, és akkor azt mondják, hogy úristen, ez túl sok információ, és akkor elkezdenek drogozni, vagy alkoholt isznak, vagy akármi dolgokat csinálnak, hogy ne legyenek annyira éberek, mint amennyire éberek. De ezzel a pragmatikus megközelítéssel csak tudd, hogy az éberséged ajándék. És ez nagyon pragmatikus, mert ez egy kincses láda, információ halmaza, és ilyen innentől kezdve minden időben előnyben vagy, hogyha használod az éberségedet, és nem elkerülöd, és hasonló a kérdéseddel is. Hogyha használod az éberségedet erre a kérdésre, oké, kész. Ezen a kérdésre, hogy készen vagyunk-e az őrülettel most már hamarosan? Hogyha így beleérzékelsz, és felteszed a kérdésedet, hogy igazság, mi az, amit tudok? És ne tedd lineáris, ezek nem hónapok vagy évek, mert ez néhány embernek működik, akinek megvan ez az érzékelése, hogy annyira specifikus, de kérdezzük így általában, csak így buliból, igazság. Ez az őrület kitart még olyan sokáig, amíg nekem ez a testem megvan? Nem. Mi jön? Nem. Oké. Okay. Úgy érzem, hogy úristen, így mindjárt felrobbanok, olyan vagyok, mint egy vulkán. Igen. Szóval ez lehet egy példa. Szóval igazság, Éva, mit tudsz? Mi az éberséged? Mennyi ideig fog tartani ez az őrület, amíg a tested? És azt mondja, hogy nem, és nevet, és stb. És ez könnyedség van benne, és ami könnyedség az igaz számodra, és amikor nehéz, ugye akkor ott van az a hazugság, amit bevettél. Szóval oké, és akkor játszhatsz vele tovább. Igazság, kitart ez az őrület, mondjuk több mint 20 évig, vagy kevesebb, és elkezdhetsz ezzel játszani. De igazából nem számít, hogy hány év, ez inkább...
Szóval ez olyan, mint amikor a kutya kint van a bolt előtt, és a tulajdonos bent van. És ez mindig úgy néz ki, hogy a kutya az így úgy azt érzi, hogy úristen, én mindig itt fogok ülni, és a tulajdonosom soha nem fog visszajönni, és mondani akarod neki, hogy te kutya csak bement, és vissza fog jönni. És amikor visszajön, de tehát, hogy nem mondja neked azt a kutya, hogy igen, ezt neked így hallanod kell, ez hogy köszi, de néha így érzékel, és akkor megnyugszik, és igen, mert hogy nekem is igazából ezt kéne tudni, hogy ez így ott van, hogy lássam azt, hogy ennek így valami így megnyugtat, hogy valami ott legyen, és igen, de hogy csak kérdezheted, és addig csak ismerd el az erődet. És ez az, amit mindannyian csinálunk, mindannyian, aki itt vagy, ismerjétek el az erőtöteket, egyre inkább többet, jobban, mint bármikor valaha. Hello, világ, csináld az őrületedet, én itt vagyok, és én nem megyek sehova. És megyek a könnyedségért, örömmél, ragyogásért minden pillanatban. Ez nem azt jelenti, hogy mindennek tökéletesnek kell lennie, vagy mindig boldog leszek, mert lehet, hogy bejönnek a szarságok, de még az is jöhetne így, mert ez vagyok én. Szóval igen, és mi más lehetséges? Így van, mi más lehetséges? Köszönöm, Éva, ez brilliáns volt. Köszönöm, viszlát! Elke! Hello! Annyira inspiráló, köszönöm. Nekem valami azzal kapcsolatban jön fel, és még mindig nem vagyok rossz, és senki nem rossz, szóval csak bulizunk. Szóval amiről én beszélni szeretnék, hogy amikor megőrül a világ, a gyerekei, vagy a párom, ők is látják az őrületet, és érzékelik, mit tehetek, vagy mi lehetek, hogy több könnyedségem legyen, mint család, vagy csak magamnak. És mondtál valamit itt, és hallottátok ti is, hogy amikor azt mondta, hogy mit csinálhatok a partneremért, vagy mit csinálhatok a gyerekemért, vagy magamért, és igazából ez az, amit mi gyakorlunk sokszor, mert hogy emberekkel dolgozol, facilitálod őket, nem csak arra akarsz figyelni, hogy mit mondanak, hanem az, hogy mi van a szavak mögött, és most veled, amikor azt mondta, hogy mit tehetek a partneremért, más volt a tere, mint az, hogy mit tehetek magamért, ott volt ez a... Szóval, mindig ott kezd, hogy hol van a könnyedség, ahelyett, hogy túl akarsz jutni a nehézségen, inkább menj oda, hogy tápláld a könnyedséget. Szóval, hogyha azt mondod, hogy hogy lehet ez meg nekem, mennyire, hogy is mondjuk angolul, nem a jó szó. Tehát hogyan engedheted meg neki, hogy kiterjedjen a gyerekeidre, de akkor ott a dolog. Meg kell engednünk a gyerekeinknek és a partnereinknek, hogy ne válasszák azt a könnyedséget, amit mi választunk. És mennyire lehet ez bulis? Pontosan. Pontosan ez. Ez az, hogy elengeded a kontrollt, főleg szülőként, vagy férként, feleségként. Mert úgy nőttünk fel, hogy az emberek hogyan kontrollálják egymást a kapcsolatokban, lehet ez a házasság, vagy gyerekek. A kapcsolatok nagy része ez kontroll, és ez sosem működik. Ami működik, ez a megengedés. Megengedés, hogy a partner azt választja, hogy hogy ilyen nehéz, vagy könnyed. Ez valami, amit gyakorolnunk kell, mert hogy ennek okénak kell lennie nekünk. És mi csak saját magunkon tudunk dolgozni, és bízz ebbe. Ez egy hatalmas nagy inspiráció. Tehát ugye, ha jobban minél messzebb mész, akkor ők veled jönnek, vagy valami ilyesmi hasonló, talán angolul van egy német mondás. És neked erről van egy csomó tapasztalatod. Igen, imádom.
Igen, köszönöm nagyon, Elke, és köszönöm, és még egy van, itt a szobában, ta-ta-ta-ta, mert hogy történetesen, hello mindenki, ez ő Jürgen Funk, hello Jürgen, hello, szóval az én kérdésem, várjunk, nem tudom, mit fog kérdezni. Én imádom az őrületedet. Őrült vagy, és annyira nagy öröm veled őrültnek lenni. Az a kérdésem, mi a képesség amögött, hogy egy boldog idióta vagy? Most sírni akarok, amikor ezt felteszed, ezt a kérdést. Mert amikor azt mondod, hogy őrült, és akkor te mennyire vagy őrült? Hát teljesen, hát velem élsz. Hát, ez egy túl sok információ, de akkor is folyamatosan ezt kapja, de mindig az őrült mit termelját. Szóval lehetnek különböző szintjei az őrültnek. Lehet a őrült limitált, és az őrült lehetséges. És mi az őrült lehetségesről beszélünk, és az őrült boldogról, vagy amikor azt mondod, hogy boldog idióta, valami, ami mindannyian vagyunk. Szóval hányan nőttetek föl, úgyhogy mások voltatok, hogy boldogítottatok másokat, nevettetek, örömteliek voltak, és mivel ők ezt nem fogadták be, azt gondoltátok, hogy elbuktatok. És akkor ők lettek a mértékegység, a referenciapont, hogy na basszus, én még csak gyógyítani se tudok, még a szüleimet se tudom meggyógyítani, nem tudom boldoggá tenni a testvéreimet, nem tudom, miről beszélsz. Lehet, hogy én vagyok a legrosszabb ember a világon, és a legtöbb ember emiatt lekapcsol, és így lezárja a boldogságát, mert hogy ott van az ítélet, hogy elbukott, ahelyett, hogy feltenné a kérdést, hogy ezek az emberek akarják, hogy boldoggá tegyem őket, képesek rá, hogy befogadják. Oké, akkor igazából ennek semmi köze hozzám. Szóval mi van akkor, ha mindannyian felkapcsolnánk megint ezt az őrült boldogságot, azt, amit lehet, hogy elrejtettünk a gyerekkorunkba, vagy nem olyan régen, és felkapcsolnánk, és felismernénk azt az ajándékot, ami ez. És igen, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy idióta vagy, és engem is olyan gyakran annak néznek, mert hogy egy csomó könnyedséggel csinálom a dolgaimat, és azt mondják, hogy megőrültem, mert hogy hogyan mondhatod, hogy ez ilyen könnyű. Ennek nehéznek kéne lennie. Most aztán később azt mondják, hogy de hát sikeres lett. Annyi mindent teremtett, és olyan sok könnyedséggel lehet, hogy ez a recept működik, és akkor ők is kipróbálták. Szóval mi van akkor, hogyha hajlandó lennél egy őrült, boldog idióta, és tudod, hogy ez változtatja meg az idiót, a világot, de hogy tudod, hogy nem vagy egy idióta, ez csak ahogy a mások megítélik az embert, de hogy ott van ez az igazi, igazi szabadság, és tudod, hogy egy csomó nagy lelkűség, és teremtés, és boldogság van az őrült boldogság mögött. És képesség az őrült boldogság után. És a világ keresi a boldog idiótákat. Igen. És közben egyébként meg is ijeszti őket. Egy barátom mondta múltkor, hogy Susanna, tudod az, hogy boldog vagy, az fenyegetés? És azt mondtam, hogy most, ahogy mondod, észre is veszem. Szóval amikor boldog vagy, akkor az emberek azt mondják, hogy úristen. És azt érzed, hogy hülye vagy, akkor egyáltalán ez a tied? Vagy valaki másé, aki magát megítéri. Szóval mi van akkor, hogyha az éberségedet arra is használod, hogy felismered a mások ítéletét rólad? Meg bármi más? Köszönöm. Wow, srácok, ez nagyon klassz volt. Ez egy nagyon szuper beszélgetés volt. Nagyon sok eszköz van, hallgasd újra, meg témák, amiket megbeszéltünk. És van egy csomó minden, amit felfedezhetsz. Van 4 darab könyv, úgyhogy olvashatsz. És jön még több.
És hogyha bármikor szeretnél tanfolyamra menni és találkozni ezekkel az emberekkel, akik így dolgoznak a világon, ezekkel az eszközökkel, különböző szakmákban, és inspirálják az embereket, akkor van egy csomó tanfolyam, hogy pragmatikus kezelő legyél. És még egy valamit szeretnék mondani, hogy jön egy program, ez a pragmatikus, egy 5 hetes online program, meg szerintem nem fordítottuk le magyarul, tehát 5 terület lesz az életen, pénz, kapcsolatok és egy csomó minden, és azt nézzük meg, hogyan lehetünk pragmatikusak benne. Nem kell tökéletesnek legyél, nem kell mindennek lineárisnak lennie, csak csináld azt, ami működik neked, és ami kiterjeszt, és ami bulis, és egy csomó több. Remélem, hogy ez a beszélgetés hozzájárulás volt, és talán meg akarod osztani ezt a beszélgetést másokkal, akit ismersz, és akire azt gondolod, hogy ez neki hozzájárulás lehet. Én egy olyan világot keresek, ami nekünk működik, ami sokkal természetesebb, ahol kevesebb a nehézség, az ítélet, és több az könnyedség, az öröm és ragyogság. Szóval köszönöm mindent, és találkozunk valahol a világban. És köszönöm, tolmácsok, nagyon. És mi lehet?